Hogyan születtek a hegyek? Földünk óriási, hozzánk emberekhez mérve. Felszíne vékony hártya csak, a belseje meg olyan, mint az izzó, fortyogó tüzes katlan. Valamikor nagyon-nagyon régen nem voltak még emberek a földön. Virágok sem, fák sem, állatok sem. Nem voltak még élőlények. Üres volt a föld. Csak durva kövek, kopár sziklák borították a felszínét, és dühöngő tengerek, üvöltő száguldó szelek és viharterhes, fekete felhők járták. Berseinek izzókatlan a feltörte a felszínt, itt is, ott is kinyílt a vulkánok torka, és a felhőkig lövelt dörögve a füst és a tűz, és sistergő izzó folyamként ömlött ki a hasadékon a megolvad sziklaanyag, a közet a láva, s hatalmas területet borított el, a vizekbe érve gomolygó gőzfelhőket keltett. A láva lassan kihűlt, a vulkántorka egyre magasabbra emelkedett, és olyan magas hegyi növekedett, hogy csúcsát befette a hó. Remegett, renget mozgott a föld mindenfelé, sziklák törtek, szakadékok hasadtak. Itt megsülyet, ott megemelkedett, egymásra torlódtak a sziklák, a föld meggyűrődött, az addig síkvidékek hepehúpás magas dombokkal, hegyekkel, szabdalt tájakká alakultak. Tengerek csapkodták a partokat, dühösen rontottak a szikláknak, a hullámok az eget verték, alig ha akadhatott szikla, amely erejüknek ellen tudott volna állni. És a sziklák lassan-lassan összetöredeztek, a törmeléket pedig elragadta a víz, hogy másutt ismét lerakja, felhalmozza. A tengerek mások voltak akkor, mint ma. Olyan vidékeket is tenger borított, amik ma szárazföldek. Mert másutt voltak akkor a hegyek is, és a mélyen fekvő völgyek is. De a földmozgása elkergette a tengereket is, az aljukat pedig, amelyeken több száz méter vastagságban rakódtat le a kagylók, csigák és a vízi élőlények mészvázai, össze-vissza gyűrtes a magasba emelte. Így születtek a mészkőhegyek, amelyeken ma a fehérlő szírtek tetején is kövült csigákat, kagylókat találunk.